A rendezvényen a szolnoki modellezők mellett szegedi, makói, békéscsabai, budapesti és újvidéki modellezők munkáit is bemutatták, beleértve mozdony és vagongyűjteményüket. A látogatók a terepasztalokon láthatták az egykori Belgrád és Bécs között közlekedő Avala nemzetközi gyorsvonatot, valamint az Újvidék és Szabadka közötti személyvonatot. Néhány mozdony füstöt is eregetett, miközben hangos kürtszóval hagyták el a felújított Mucsaröcsöge állomást. Egy tehervonat kisiklott, de a digitális technikának és egy működő lengyel vasúti darunak köszönhetően a modellezők gyorsan helyreállították a rendet kézi segítség nélkül. A kiállításra több ezren voltak kíváncsiak a hétvége folyamán.